Sziasztok, én Kata vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornámon. Hoztam nektek egy elfogyott termékekről szóló videót, remélem, hogy tetszeni fog nektek, vágjunk is bele. Először is kezdeném a babás termékekkel. Van itt nekem egy fogkrém az Aquafresh-től, ez az Aquafresh Little Thief 3-tól 5 éves korig. Ez egy fluoridos fogkrém és 75 ml-s kiszerelés, és azt mondja, hogy gondosan védi a növekvő kis fogacskákat, és felbontás után 12 hónapig érdemes felhasználni. Mi meg vagyunk vele elégedve, a kislányom is szereti, általában ezt a fogkrémet szoktuk neki venni. Képzeljétek el, hogy nálunk bezárt most a Lidl, úgyhogy nem tudunk most már itt vásárolni. Most már leginkább a Tesco-ban vásárolok, el kell ismerni, hogy azért van árkülönbség, pedig átutazok a másik Lidlibe, ami egy kicsit messzebb van. Na, de térjünk is vissza a termékekre, amit elhasználtunk szintén, az a Lupilush Baby Buff. Ez a kis habfürdő, ami a Lidl márkája, és ez egy 500 ml-s kiszerelés, nagyon meg vagyok vele elégedve, általában ezt szoktam venni, nagyon szépen felhabosítja a vizet, nem könnyezik tőle a baba szeme, valamint hipoallergén, újszülötteknek is ajánlja. Szintén felbontás után 12 hónapon belül érdemes elhasználni, ezzel nincs is probléma, ugyanakkor elég sokáig elég kellemes az illata, a kicsi bőre se szárad ki tőle, általában ezt szoktam újra venni. Aztán, ha már Lidli, itt van a Cien márkás babafürdő gyerekeknek, ez a Body Wash and Foam Buff, szintén hipoallergén. Amikor ezt megláttam, akkor gondoltam, hogy ezt is kipróbálom, de utána nem is volt, nem is találtam ebből, lehet, hogy csak azért, mert már zárt a Lidl, és nem hoztak új termékeket, vagy nem rendelték újra. Ha eljutok esetleg a másik Lidlibe, akkor megnézem, hogy lehet-e ezt kapni, vagy csak egy ilyen egyszeri termék volt. 500 ml-s kiszerelés, szintén 12 hónapon belül érdemes felhasználni. Elég kellemes az illata, elég szépen habzott tőle a víz. Egy egész jó kis terméknek találtam. Nem volt egy rossz termék egyébként. A következő termék szintén egy baba habfürdő. Ezt viszont a drogériába vettük, a kislányom kiszemelte magának. Nem is csodálom, mert nagyon kis cuki a csomagolása, és a kicsi az rögtön kiszúrta magának, hogy anya, egy baba, ez micsoda? És ez a kis sellő lány figurás kis habfürdő nagyon megtetszett neki, nagyon kis kellemes volt az illata, és sokkal jobban felhabosította a vizet, mint a többi kis habfürdő, az előző habfürdők, és nagyon kis cuki a csomagolása, úgyhogy meg voltunk vele elégedve, a kislányomnak is nagyon tetszett. Hipoallergén formula, 500 ml-s kiszerelés, és szintén 12 hónapon belül ajánlja elhasználni, érzékeny bőrre is ajánlott, úgyhogy ez egy nagyon jó kis cuki, jó pofa termék volt, szívesen újra veszem majd a kislányomnak. Az utolsó baba termék, az pedig egy sampon, szintén Lidlis Lupilu márkától, ezt a sampont, ezt a baba sampont szoktam vásárolni, könnyűmentes, nem bántja a szemet, hipoallergén, 500 ml-s kiszerelés, ugyanazok a jellemzők, mint a többire is, elég egy pici adag belőle, és nagyon-nagyon szépen felhabzik, szépen tisztítja a hajat és a fejbőrt is. Kellemes kis illata van, úgyhogy általában ezt szoktam a kicsinek venni, mint sampon. Mivel csak egy nagyon pici mennyiség is elég belőle, ezért nagyon sokáig kitart. Ennyi lett volna a baba termékekből. A következő az a szájöblítők lennének. Itt van kettő is, a Listerine-től. Ahogy láttátok már korábbi elfogytakos videóban, ezt a Listerint szoktuk általában használni, ez a Fresh Burst, ez pedig a Cool Mint. Ez a Cool Mint, ez sokkal enyhébb, mint ez a zöld. 600 ml-s kiszerelések, ez a nagyobbik kiszerelés, 12 hónapon belül ajánlja felhasználni, és minimum kétszer naponta ajánlja használni. Azt mondja, hogy 24 órás védelmet ígér. 12 éven aluliak számára nem ajánlja, valamint alkoholt is tartalmaz. Akinek esetleg túl érzékenyek a fogai vagy az ínnye, annak ez lehet, hogy nem egy jó választás, de mindenki tapasztalja ki saját magának. Nekem ez eleinte nagyon-nagyon erős volt, főleg a zöld, alig tudtam megtartani a számban, hogy ne kapjam ki rögtön, mert nagyon-nagyon erős volt, de hozzászoktam. Ezt a két üveget tartottam meg, a többit már kidobtam, nem gyűjtögettem, hogy ez is elég bemutatásképpen, de általában mi a Listerint szoktuk használni, mint szájöblítő. A következő termékek azok a dezodorok lennének. Mostanában elhagytam a golyós dezodor használatát, és csak sprés dezodort használtam az utóbbi időszakban, ezért össze is gyűlt jó pár flakon. Ezek közül nagy kedvencem a Rexonának, vagyis itt a Sure-nak, ez a Bright Bucket illatosítású sprayje. 48 órás hatást ígér, de egyébként nincs meg. Ha nagyon izzadós vagy, akkor önmagában ez a spray nem fogja gátolni az izzadságot, de nagyon-nagyon finom illata van, főleg ennek, és nekem ez a kedvenc illatosítású dezodorom ezek közül. Azt mondja, hogy van egy gyümölcsös illata, ami eper és barack. Egyébként ez egy 250 ml-es kiszerelés, újrahasznosítható teljesen a csomagolása, és alkoholmentes termék. Nagyon szeretem használni, és mindig újra szoktam vásárolni. És itt van még három belőle, ugyanez a Rexona és ugyanaz a kiszerelés, csak más illatosításban. Van ez a világos kék, ez van illatosítású, ennek is nagyon kellemes az illata. Van ez az Invisible Pure illatosítású, ennek pedig az a jellemzője, hogy a fekete ruhát nem fogja befehéríteni, illetve a fehér ruhákon nem fog sárga foltot hagyni. Ugyanaz a kiszerelés, ugyanazokat a jellemzőket tudom róla elmondani, nagyon kellemes az illatuk, nem volt velük problémám. Ezeket a dezodorokat próbáltam mostanában. Következő az egy Nivea dezodor lenne, szintén egy ilyen sprés kiszerelés, és ez a Pearl and Beauty Quick Dry 48 órás Protection Smooth and Beautiful Underarms 250 ml-s kiszerelés. Nagyon kellemes az illata, jó volt végre valami újat kipróbálni a Rexona után. Nagyon-nagyon kellemes kis termék, nagyon jó volt kipróbálni ezt a Niveát is. Ebben az illatban nem próbáltam, és nagyon-nagyon kellemes az illata. Ugyanaz 250 ml-s kiszerelés, teljesen újrahasznosítható a csomagolása, nem tartalmaz etil alkoholt. Érdemes felrázni használat előtt, parfümöt viszont tartalmaz, de egy nagyon jó kis dezodor, és nagyon szerettem használni. Nagyon kellemes kis termék, nagyon tetszett az illata, úgyhogy bármikor újra venném. És az utolsó darab a dezodorok közül, az egy Davos dezodor, ez egy újabb kiadás elvileg, ez az Omega 6 Calming Blossom, és 0% alkoholt tartalmaz, és ez csak 200 ml-s kiszerelés, de ugyanúgy újrahasznosítható az egész csomagolás. Ezt is érdemes jól felrázni használat előtt, és azt írja, hogy alumíniumot, parfümöt és benzil alkoholt is tartalmaz, de egyébként nagyon-nagyon kellemes az illata, jó volt kipróbálni, jó volt használni, nem volt vele problémám, és igazából ugyanazokat a jellemzőket tudnám felsorolni erre is, mint az előzőekre. Meg voltam vele elégedve, és szívesen újra vásárolnám. A következő termékek azok a tusfürdők lennének. Az első tusfürdő az a Nivea-nak egy tusfürdője, és ez a Clay Fresh Hibiscus and White Sage Scent. Teljesen újrahasznosítható a csomagolásra, 250 ml-s kiszerelés, és 12 hónapon belül érdemes elhasználni. Milyen tisztító, nem szárító hatású tusfürdő. Az az igazság, hogy én szeretem a Nivea-s tusfürdőket, de ez valahogy nem nagyon nyerte el a tetszésemet. Talán azért, mert sűrűbb formala, talán azért, mert nem habzott annyira, és az illata is egy ilyen egyszerűbb szappon illat inkább, úgyhogy nekem ez így nem nagyon nyerte el a tetszésemet, de elhasználtam, olyan, mintha egy krémet kentem volna fel a bőrömre. Ez nekem így nem jött be ilyen formában. Igazából nem is venném újra ezt a fajta tusfürdőt. A következő tusfürdő az a Cien márkás tusfürdője. Ez 300 ml-s kiszerelés, és azt mondja, hogy ez egy vegán formula, almond olaj, vagyis mandula olaj kivonattal. A számomra egy ilyen semleges, ilyen semmilyen illata van, van egy kis illata, nem kimagasló, és nem fogott meg túlságosan az illata. Teljesen újra hasznosítható a csomagolása, és 300 ml-s kiszerelés, és ugyanúgy 12 hónapon belül érdemes felhasználni. Gyakran szoktam Cien-es tusfürdőket venni, de ennek az illata egyáltalán nem fogott meg. Az állaga se a legjobb szerintem. A virágos, a virágillatos, rózsás, vagy nem is tudom a másik fajta Cien-es tusfürdők ennél szerintem jobbak. Nagyon sajnálom, mert ezt az almond illatos, vagy almond olajos tusfürdőre nagyon kíváncsi voltam, és ez nem az első tubus, amit elhasználok belőle, de még most se kedveltem meg annyira. Sajnálom, mert azért jobbra számítottam ettől a kis tusfürdőtől. Jó, a következő termék az egy testradír lenne, ez a Polár márkától. Szerintem már mutattam egy kedvences videóban, vagy nem is tudom, de volt valamelyik, úgy emlékszem, hogy volt már róla szó, és szerintem ezt még egy beauty boxhoz kaptam. Egy pici kiszerelés, 25 ml. Azt mondja, hogy gyengéden radírozza a bőrt. Szintén teljesen újrahasznosítható a csomagolása. Franciaországban készült, és 12 hónapon belül érdemes felhasználni, vagy elhasználni. Szóval egyszer vagy kétszer érdemes használni egy héten, a szem környékét el kell kerülni vele. Nagyon-nagyon kellemes volt használni, az illata valami nagyon-nagyon kellemes, nagyon-nagyon szerettem ezt a kis terméket, és örülök, hogy kipróbálhatom, és benne volt abban a beauty boxban. Még egyébként nem hallottam erről a Polár márkáról, de ez a kis terméke ez nagyon megfogott, nagyon kellemes volt használni, úgyhogy ha úgy lenne, akkor szívesen újra vásárolnám. A következő termék az egy Nivea-s termék, és ez egy hidratáló hab. Ez egy 48 órás hatást ígérő termék, milyen hidratáló szírummal és seavajjal, száraz bőrre, és ez egy 200 ml-s kiszerelés. Hab formájában tudod kinyomni a terméket. Egy nagyon-nagyon kellemes hab állagú termék, és nagyon kellemes az illata. Én nagyon-nagyon szeretem a seavajas termékeket, de nagyon-nagyon száraz bőrre ez a termék nem elég, nem fogja rendesen hidratálni. Egy gyengédebb hidratáló krémnek mondanám ezt. Egyébként nem volt egy rossz termék, szívesen elhasználtam. Annyi, hogy nem zár le teljesen, nem tudom, hogy ez most csak az enyémnél volt így, vagy amúgy is ilyen a termék maga, de nem zárt le rendesen az adagolója, és miután már nem nyomtam a terméket, azután is nyomta kifele magából a terméket. Ezt az egy hibát találtam benne. Egyébként nem egy rossz termék, de nagyon-nagyon száraz bőrre szerintem ez nem elég, ez a termék. Aztán van itt ettől a Drunk Elephant márkától, ha ez a márka neve, ez a Virgin Marula Luxury Facial Oil, ami egy minta termék, 5 millis kiszerelés, szintén egy beauty boxba volt benne. Elkezdtem elhasználni, felvinni az arcomra, de az a baj, hogy túl sűrű olaj, túlságosan is megmarad az arcon, és kényelmetlen volt a viselete. Nem ivódott be teljesen a bőrbe, és nem volt kényelmes az érzete utána a bőrömnek, miután felvittem a terméket, úgyhogy nekem ez a termék ebből a szempontból nem vált be, és ebből az okból nem is használtam el teljesen. Ha lehet ilyet mondani, akkor úgy elnehezítette a bőrömet, éreztem, hogy rajta van, és nagyon kényelmetlen volt, de lehet, hogy valakinek ez nem okoz problémát, azt is el tudom fogadni. 2-3 cseppnyit kell felvinni az arcra belőle, és bele masszírozni, és ezáltal hidratálni fogja a felületet. Kipróbáltam, de sajnos nem vált be nekem ez a termék. A következő termék az a micellás víz lenne. Ez a Garniernek, ez a fajta micellás vize, az Oil Infused Cleansing Water, száraz és érzékeny bőrre egyaránt ajánlja, eltávolítja a sminket, tisztítja és hidratálja a bőrt, nem igényli a leöblítést, és arcra, szemre és szájra is lehet használni, és nem zsírosítja el a bőrödet. Ez egy 400 ml-s kiszerelés, és teljesen újrahasznosítható az üvege. Többet is elhasználtam már belőle, kedvencekben is szerintem benne volt. Nagyon-nagyon szeretem ezt a micellás vizet, szerintem nagyon-nagyon jó kis termék. Korábban említettem, hogy aggódtam, hogy az olajos réteg miatt benne el fogja zsírosítani a bőrömet, és majd egy ilyen olajos réteget fog hagyni az a bőrömön, de nem így volt. Nagyon kellemes volt a használata, szépen tisztította a bőrömet, szépen lehozta a sminket, és hidratálta is, teljesen azt kaptam a terméktől, amit ígér, úgyhogy én meg voltam vele elégedve. Ez egy nagyon-nagyon jó kis termék, tudom ajánlani, én már többször is újra vásároltam. És akkor térjünk rá pár smink termékre. Először is van itt nekem 2 darab ecsetem, és mind a 2-vel ugyanaz a problémám, hogy elkezdtek kihullani a szőrök belőle. Először ez a Zoevás ecset mondta fel a szolgálatot, ugyanis amit látjátok, itt a csücskénél kiállnak a szőrök rendesen. Ez a 128-as Cream Cheek ecset. Nagyon-nagyon finom és puha a szőre. Sajnos megadta magát, elengedte a ragasztó, de ez előfordul. Sajnos ilyen megtörténik az ecsetekkel. A Zoeva az nagyon-nagyon jó márka, nagyon jó ecseteket készít. Nagyon finomra vannak kialakítva az ecsetek szőre, nagyon puha, és nagyon szépen lehet velük dolgozni. Nagyon szerettem használni pirosításra, highlighterezéshez, vagy esetleg még kontúrozáshoz is. Több funkciót is ellátott ez a kis ecset, úgyhogy én nagyon meg vagyok velük elégedve. Ez egy szedbe volt benne nekem, de sajnos most ettől meg kell, hogy váljak. De egyébként ettől függetlenül tudom ajánlani az Zoevás ecseteket. A másik ecset, ami szintén ugyanezzel a problémával, ez a GVA, Girls with Attitude ecset, lapos fejű kis alapozó ecset volt. Nagyon szép kis színes a szőre, és nagyon szép az ecset kialakítása, és egy ilyen kis rózsugoldos színt kapott. Ezt az ecsetet még az egyik palettához vettem, mert úgy jött ki az ingyenes házhozszállítás. Azóta már a palettát azt már kiszelektáltam a kollekciómból, de az ecset az még jól tartotta magát, de most a legutóbbi mosásnál ő is elkezdte nagyon pergetni a szőrét. Úgy döntöttem, hogy kiszelektálom a kollekciómból. Egyébként egy jó kis ecset, puha szőre, szépen eldolgozta az alapozót, szerettem használni, úgyhogy nem volt vele gondom, de most itt az ideje, hogy megváljak tőle. Ez az egy darab ecset volt a márkától meg nekem. Egyébként nem volt vele semmi problémám, annyi, hogy mivel alapozáshoz használtam az alapozót, vagy a krémes termékeket, egyébként is nehéz kiszedni az ecsetekből, kimosni, de egyébként ezen kívül nem volt vele semmilyen problémám, úgyhogy meg voltam ezzel a kis ecsettel is elégedve. Elhasználtam a kedvenc alapozómat, benne volt a kedvences videómba is, ami nem más, mint a Max Factornak a Radiant Lift alapozója. Nekem ez az 55-ös Golden Natural árnyalatban volt meg, de ez egy picit sötétebb volt az én bőrszínemhez, de keverkedtem más alapozókkal, önmagában is használtam többször a nyáron. Nagyon szépen terül, nagyon szépen lehet eldolgozni a bőrön, egy ilyen közepestől magas fedésig sorolnám. 30 faktoros fényvédőt tartalmaz, és egy nagyon-nagyon jó kis alapozó. Én nagyon kedveltem, szerettem használni, bármikor újra vásárolnám. Átlagos 30 ml-s kiszerelés, üveg és műanyag a pumpája. A pumpája is jól adag volt, azzal sem volt problémám. Nem is túl keveset, de nem is túl sokat pumpált ki a termékből, úgyhogy azzal sem volt problémám. Ez egy matra száradó alapozó. Mostanában úgy szerettem használni, hogy adtam hozzá egy kis folyékony highlightert, és nagyon-nagyon szép végeredményt értem el vele. Szerintem egy nagyon jó kis alapozó, érdemes kipróbálni. Tartóságra tartós, szépen kopik, nem egy nehéz alapozó, kényelmes volt viselni, úgyhogy teljesen meg voltam vele elégedve. A következő termék az egy púder lenne, méghozzá a Rimmelnek a Stay Matte púdere, igen, elhasználtam, már sokszor láthattátok, kedvences videóban is benne volt, mindig újra veszem, már itt lapul a fiókomban az új belőle. 001-es transzparent árnyalatban szoktam használni, ami egy áttetsző púder, nem ad extra szint az alapozódnak, nagyon egyszerű és műanyag a csomagolása. Vigyázni kell vele, mert a kupak része az könnyen elrepedhet, de egyébként a termék az maga nagyon-nagyon jó, nagyon szeretem. Nem egyszer vettem már újra, teljesen újrahasznosítható a csomagolás, valamint 30 hónapon belül érdemes felhasználni. Olcsó, könnyen drogériából beszerezhető, és egy nagyon jó kis termék. Következő termékem szintén Max Factor, ez a Fierce Lash Effect szempillas spirálja. Ez egy vízálló változata volt, meg volt a nem vízálló is. Az applikátor feje az egy ilyen kicsit ducibb és nagyon apró tüskékből álló kidolgozás. Szerettem ezt a kis szempillas spirált, szerintem teljesen jól működött, és nagyon-nagyon tartós volt. Nem volt vele problémám, nem potyogott, kitartott egész nap. Nem egy rossz kis szempillas spirál, nagyon szerettem használni, szépen szétválasztotta a pilláimat, és szépen ívelte azokat. Régen ez nagy-nagy kedvencem volt, szóval szerettem használni ezt a kis szempillaspirált. Következő szempillaspirál a Maybelline-nek a The Fierce Lash Lift szempillaspirálja. Ez egy fekete színű szempillaspirál, és ilyen az applikátora, egy ilyen homokóra-szerű kialakítása van a keféjének, és nagyon-nagyon szerettem ezt a szempillaszpirát, szerintem nagyon szép pillákat csinált nekem. Tartós is volt, egyébként én nagyon szeretem a Maybelline-es szempillaszpirálokat. Az első kedvencem az a Lash Sensational, az originál kiadás. Utána ruháztam be erre, és ez is nagyon-nagyon szuper, ez a szempillaszpirál is. Nagyon-nagyon megkedveltem. Tartósnak tartós, és nagyon-nagyon szép pillákat csinált nekem. Nagyon-nagyon szerettem ezt a szempillaszpirált, nem pergett, nem potyogott, tartós is volt, és bármikor újra venném igazából. Utolsó darab termék, amit szeretnék bemutatni, az pedig a Rimmel Cosmetics-től egy szájfény. Ez egy nagyon-nagyon régi szájfény már, de nagyon-nagyon szerettem, de sajnos megromlott az illata, egyáltalán nem jó már. Ez egy nagyon-nagyon apró csillámokat tartalmazó kis szájfény, egyáltalán nem észrevehető, nagyon enyhe, kellemes kis barack színe volt, és nagyon szép fénye. Kényelmes volt a viselete, nagyon szerettem használni, de sajnos rám romlott. Ez a Stay Glossy szájfény. Sajnos az árnyalatát már nem tudom megmutatni, mert lekopott, annyira régi már, a külseje se így nézett ki, mint most. Úgyhogy ettől már tényleg ideje volt megválnom. A smink kollekció bemutatós részek alatt szelektáltam ki a kollekciómból, de nagyon-nagyon szerettem használni, nagyon kellemes kis termék volt. És igazából ennyi lett volna mára ez a videó, az összes terméket bemutattam, amit szerettem volna, amit összegyűlt a kis szatyromban, úgyhogy remélem érdekesnek találtátok, és egy kicsit hasznosnak is. Ha igen, akkor kérlek szépen nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!